A madarak dalával és a mellettem levő patak csörgedezésének a hangjával köszöntelek ma reggel, és Isten áldását kívánom neked. Ugyanakkor engedd meg, hogy édesítsem a napodat egy rövid Biblia résszel a példabeszédek könyvéből, amelyből a tegnap és tegnap előtt reggel is elmélkedtünk. A 10. verset, annak az első felét, illetve a 15. verset fogom elolvasni neked. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj ösvényükre, mert a lábuk gonosz cél után fut. Mindnyájunknak vannak barátaink. Lehet, nem mindnyájunknak van olyan barátja, aki igazán és őszintén szeret, és a javunkat akarja. Viszont valószínűleg a legtöbben kortól függően és tapasztalattól függően megjártuk már azt, hogy jónak látszó barátaink, kedvesnek látszó társaink érdekbarátságokat szőttek velünk, és akkor, amikor már haszontalanok vagy értelmetlenek voltunk, akkor megváltak tőlünk és lemondtak a barátságról. Ennél a fajta barátságnál, a haszonleső barátságnál veszélyesebb a bűnös barátság. Amikor olyan emberek társaságában töltöd az időt, akik nem a jóra, hanem annak az ellenkezőjére sarkalnak, olyan dolgokra, amelyek károsak lehetnek az egészségedre, károsak lehetnek a jövődre, károsak lehetnek a lelkedre. Sőt, hogyha már meredekebbre visszük a gondolatsort, akkor azt is mondhatnánk, hogy károsak lehetnek a szabadságodra nézve. Éppen ezért, kedves néző és kedves velem tartó fiatal, középkorú vagy akár idős, hadd fogadjuk meg mindnyájan a példabeszéd tanácsát. A gonosz barátoktól maradjunk távol. Hogyan ismerjük fel a gonosz barátságot? Minden olyan barátság, ami arra sarkal, hogy valami olyat tegyünk, amit nem szabad, mert a társadalmi törvényekbe, az országunk törvényeibe ütközik, vagy, ami még fontosabb, Isten törvényeibe ütközik. Azt a barátságot inkább ne ápoljuk. Na most van egy másik oldala is ennek. Megpróbálhatjuk azt a barátot, aki rosszra igyekszik sarkalni bennünket, megjobbítani. Lehet, menni fog, de nem biztos. Mindazonáltal ne essünk a kelepcébe. Aki másnak rosszat tesz, elsősorban magának tesz rosszat. És az Isten nem marad adós. Isten nem feltétlenül megbüntet és megver érte, bár ez is előfordulhat. Hanem néha Isten megengedi azt, hogy a bűnös tetteinknek az ízét, másoknak okozott kárnak az értékét megéljük és kipróbáljuk a saját életünkben, hogy érezzük meg, milyen az, amit tettünk. Mindenkit arra bátorítok, hogy kerüljük az ingoványos talajra épülő barátságokat. Kedves kislány, kedves leányzó, akinek még nincs férje, nincs családja, ha egy fiú barátkozik veled, és feltétlenül olyan dolgokat szeretne tőled, amelyek a házasság utánra vannak tartogatva. Hogyha a barátságnak a lényege az, hogy fizikai legyen, nem feltétlenül erkölcsös, akkor gondolkodj el azon, hogy kell-e neked ez a barátság. Kedves fiú, hogyha egy leányzó könnyedén kapható olyasmire, ami a házasság után kell megtörténjen, bármennyire szép legyen és vonzó, kecses, meg bájos, gondolkodj el azon, hogy hosszú távon kell-e neked az, amit ő nyújtani tud. Mindazonáltal a legfontosabb dolog, amiben érdemes belegondolni, az, hogy az élet, amelyet élsz, olyan-e, hogy mondhasd majd a gyermekeidnek, fiam, lányom, tégy úgy, mint apád, anyád. Ha nem, akkor érdemes változtatni. Hogyha pedig barátok vittek erre rá, akkor óvatosan, nem durván, nem tiszteletlenül, de válj meg ezektől a barátoktól, mert a kárba viszik az életedet, és boldogtalanná tesznek. Kedves felnőtt testvérem, nőtestvérem, lehet, hogy közösen vállalkozol
együtt dolgozol, vagy együtt barátkozol olyan emberekkel, akiknek a tanácsai, az életmódja sokszor rosszra vitt. Lehet jobb elveszíteni egy barátot, egy barátságot, mint az örök életet, vagy a földön a szabadságot. Én köszönöm, hogy ma reggel is együtt lehettünk. Azt kívánom, hogy ezek a bölcs tanácsok, amelyek a Szentírásból vannak, alapozzanak meg egy hosszú életet és boldog életet ezen a földön, és egy örök életet Isten országában. Ezzel a gondolattal és a jó nap kívánásának jó kívánságával köszöntelek benneteket, és találkozunk újra holnap reggel.